Péntek délután megtartották a Kanizsa Festen a 6. közösségi napokat, amelyen a felnőttek és a gyermekek is találhattak maguknak kedvükre való programot. Kézműveskedés, íjászat, társasjáték, ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató és még számos program várta péntek délután a családokat a vásártéren. Koncerttel is készültek a gyerekeknek, az Alma Együttes nagy sikert aratott. A hivatalos megnyitón Újvári Zsombor a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője mondott beszédet. Mint magyar kanizsai, a Kanizsa Fest számomra egy külön kiemelt rendezvény. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a község majd minden településének van egy saját rendezvénye, így magyar kanizsának is a Kanizsa Fest egy olyan rendezvény, amely nagy érdeklődésre tarthat számot. Mint azt korábban is kiemeltem, illetve a beszédemben kiemeltem, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy magyarként egy ilyen magyar rendezvényen itt a Vajdaságban, a Délvidéken részt vehetek, hisz magyarnak lenni az tulajdonképpen egy döntés. És minden nap ezt a döntést meghozzák az itteni magyarok, de nem csak itt nálunk Vajdaságban, hanem a Kárpát-medence szerte ez egy fontos dolog, hiszen magyarnak vallják magukat olyanok is, akiknek ez nagyon nehezükre is eshet. A Kanizsa Fest több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött, azóta számos változáson ment keresztül, amellett, hogy megváltoztatták a fesztivál helyszínét, egyre több kísérő rendezvényt is hozzácsatolnak. A Kanizsa Fest zenei fesztiválként indult, és néhány évre rá döntöttek úgy a szervezők, hogy ezt ki kell bővíteni, és mindenki számára megnyitni a Kanizsa Fest kapuit. Akkor fogalmaztuk meg azt a szlogent, amit itt a mai napig tartunk, hogy a Kanizsa Fest mindenkié, 0-tól 99 éves korig, vagy még akár tovább is mindenki megtalálja itt a szórakozását. Itt is most látjuk, egy almazenekar koncert előtt vagyunk, készülünk. Rengeteg gyerek van a vásártéren, én ennek mindig örülök, és a szívemnek ez nagyon kedves, hogy egy ilyen közösség építésbe fogtunk a Kanizsa Festtel, és hát rengeteg embernek talán tudunk örömet szerezni azokkal a programokkal, amiket itt ingyenesen rendelkezésre bocsátunk. A koncertek este 9-kor kezdődtek, a fellépők között volt mások mellett DJ Andró, Lotfi Begi és a Ribja Csorba együttes is. Szombat délután is ingyenes gyermekprogramok várták a kilátogatókat, középkori táncokat láthattak, de íjászkodhattak is. Sőt, kincsvadászatban, bűvész mutatványokban vehettek részt. Kézműveskedni is lehetett. Békát készítettünk, megkészítettünk elefántot a másik asztalnál. Úgy készítsük a békákat, hogy az esnek a nyelvüket, összeragasszuk az a ragasztóba ilyenne, és akkor utána pedig a többi felét itt és itt az elejét, és utána beleragasszuk a szívószálat. 1, 2, 3! Persze a kézműves foglalkozások is nagyon tetszenek nekik, mert minden évben mással kedveskednek a gyerekeknek, igyekszenek ugye mindig újat kitalálni, és a gyerekek már várják is. A családi programokat követően jöhettek a koncertek, a legnépszerűbb rockbandák és lemezlovasok léptek színpadra a fesztivál utolsó estéjén is. Legfőképp a Rudandzsó és Kalapács és a Ród. Hát és igazából ez a kettő, ami miatt jöttem, meg maga a hangulat, ami itten annyira megfog, hogy ez itt minden évben valami fantasztikus. Az eddigi elmúlt 2 nap szerintem tökéletes volt, tökéletes a hangulat, a társaság, a zenekarok jól játszanak. Erre a napról meg majd meglátjuk, hogy fog alakulni. Szerintem a Ród az oda fog nyomni az egész fesztiválnak, úgyhogy kifejezetten várjuk. Az utolsó nap színpadra lépett többek között a Ród, a Samaz, De Gyomla és a Katapult DJ is kiváló mixekkel búcsúztatta a fesztivált. Bonyolítom a dolgot! Tapsolnod kell, meg énekelni! Mutatom! Hol kezdek a magasba?